2019. szeptemberre nem csak azért lesz emlékezetes a horror rajongók számára, mert végre visszatért a Freak Show a YouTube-ra, hanem mert újra borzonghatunk a mozikban Pennywise láttán. Az Az második fejezetét szeptember 4-től vetítik hazánkban, úgyhogy épp itt az ideje megkezdenünk az új évadot. Jöjjön 8 dolog, amit nem tudtál az Az második fejezetéről. Az Az második fejezete jócskán próbára fogja tenni az idegeink mellett a hólyagjainkat is, ugyanis a film 2 óra 49 perc hosszú. Ezzel a közel 3 órás játékidővel pedig könnyen kiérdemli minden idők leghosszabb horrorjának a címét. A rendező Andy Muschietti elmondta, hogy eredetileg 4 órás lett a film, amit addig kozmetikáztak, amíg sikerült egy valamivel emészthetőbb hosszt elérni, úgy, hogy közben a történet sem sérült. Külön érdekesség még, hogy az Az két fejezete együtt 5 óra és 4 perces, ami így 2 órával hosszabb, mint a regény 1990-es tévéfilm adaptációja volt. Egy amerikai mozihálózat kitalálta, hogy az Az 2 premierjét követően egyes termeket kizárólag bohócoknak fog fenntartani. Szerte az országban több olyan vetítés lesz, amire csak kipingált arcú emberek tehetik be a lábukat, ezzel bizonyára egy elég sajátos atmoszférát kölcsönözve a mozizásnak. Sajátos alatt pedig a magamfajta kurrofób azt érti, hogy ha ilyen lenne valahol itthon is, akkor biztos, hogy fejvesztve menekülnék haza, amint meglátnék egy csapat bohócot sorban állni a popcornért. Az első fejezet gyerek színészgárdája ezúttal hátrébb lép kicsit, és csak flashbackekben bukkannak majd fel, teret adva a felnőtt vesztesek klubjának. Még az első rész forgatását követően megkérdezték a csapat fiatalt, hogy kiket látnának szívesen karaktereik idősebb verzióiként, melyből összeállt egy álomcasting. Mike szerepét Chadwick Bosemannek szánták, Eddieként Jake Gyllenhaalt képzelték el, Joseph Gordon-Levittet akarták látni Stanleyként, míg Ben Chris Pratt, Bill pedig Christian Bale játszhatta volna a gyerekek szerint. Ketten viszont abszolút beletrafáltak, ugyanis a Richie-t alakító Finn Wolfhard Bill Hader-t, a Beverly-t megformáló Sophia Lillis Jessica Chastain-t ajánlotta 27 évvel későbbi énjüknek. És ha a többi nagy név nem is, ez a kettős látható lesz a gyerekek által megálmodott szerepekben. A Saturday Night Live-ból és meg annyi vígjátékból jól ismert komikus Bill Hader soha nem szerepelt még horrorfilmben, és a második fejezet forgatásán kellett rádöbbennie, hogy eszköztárából a műfaj egyik elengedhetetlen kelléke hiányzik. Eleinte nagyon nehezére esett a kamera előtt ilyet arcot vágnia, mert ha valaki ráhozza a frászt, ő olyankor csak zavartan mosolyog. Ez a számára természetes reakció pedig nem fest túl jól, mikor egy gyilkos bohóc tör a karakter életére, de valószínűleg hamar sikerült valahogy áthidalni a problémát, hiszen az összes korai kritikában egy közös pont van, az pedig nem más, mint Bill Hader játéka. A kritikusok egy emberként éltetik a színészt, aki elmondásuk szerint teljes mértékben ellopja a showt az Az második fejezetében. A Bill-t alakító James McAvoy még tini korában olvasta az Azt, de egyáltalán nem tartotta félelmetesnek. Nemrégiben viszont a filmre készülve újra elolvasta, és felnőtt fejjel sokkal ijesztőbb élményt nyújtott neki Stephen King regénye. McAvoy azt nyilatkozta, hogy rengeteg rémálma volt Pennywise-zal a főszerepben, de nem csupán a bohóc miatt volt számára para az egész történet. Rájött, hogy ami igazán felkavarta őt a regény újraolvasásakor, azok inkább a Derry kisvárosában zajló emberi drámák. Nem elég, hogy az Az második felvonása lesz a leghosszabb horrorfilm, még a zsáner történetének eddigi legvéresebb jelenetét is magáinak tudhatja. A Beverly-t alakító Jessica Chastain elárulta, hogy a forgatáson kizárólag ehhez a szekvenciához több mint 17 000 liter művért használtak fel a készítők, csak hogy legyen mihez viszonyítani, a Trónok harca teljes 8. évadához 15 000 liter művérre volt szükség, szóval nem kis pályás jelenetre számíthatunk majd. A színésznő azt is elárulta, hogy mivel hosszú órákon át kellett mártózni a vörös masszában, még hetekkel később is azt kellett tisztogatnia magáról. A Pennywise-t alakító Bill Skarsgård ezúttal sokkal jobban élvezte a forgatást, hiszen az első részben többnyire el volt zárva a szereplőgárda elől. Az volt a cél, hogy a gyerekekre hatásosabban rá tudja hozni a frászt a kamerák előtt, ezért nem lóghatott velük a forgatási szünetekben túl sokat. Ám a második fejezetben már ilyennel nem kellett foglalkozni, így Bill akár jelmezben is nyugodtan poénkodhatott és sztorizgathatott felnőtt színésztársaival. Skarsgård mellesleg igazi megtiszteltetésnek érezte, hogy ilyen nagy nevek csatlakoztak hozzájuk a második fejezetre. Pennywise 27 évente tér vissza Derry városába, hogy rendezzen egy kis vérfürdőt, és ez a bizonyos szám egészen érdekes módokon bukkan fel az Az filmek kapcsán. Először is az Andy Muschietti féle remake pontosan 27 évvel az eredeti tévéfilmet követően került mozikba, méghozzá 2017. szeptember 8-án. A dátumnak a számjegyeit összeadva 27 jön ki végeredményként, és ha ez még önmagában nem lenne elég creepy, a második fejezet amerikai bemutatója 2019. szeptember 6-án esedékes, amit ha összeadunk, ismét 27 jön ki megoldásként.
Ez volt 8 dolog, amit nem tudtál az Az második fejezetéről. Pennywise még tovább fog garázdálkodni a csatornán, ugyanis még a film premieri előtt láthattok egy felzárkóztató videót az első rész története kapcsán, pénteken pedig egy nagyszabású évadnyitó élőadással jelentkezünk, amiben kisorsolunk köztetek pár azos cuccot. Régi hordatagok már ismerik a járást, az első bálózók pedig iratkozzanak fel, majd csekkoljanak le minket Instán és Facebookon is. A Freak Show 4. évada ezennel hivatalosan is elindult, várunk vissza mindenkit a következő videóban, addig is sziasztok!